Mindenkit szeretettel köszöntök a testvérek ülésünkön. 16 óra, 8 perckor is kezdjük a testvérek ülést. Megállítom, hogy a testvérek teljes létszámon jelen van, tehát szavazóképes. Jogi ügyeleti pénzügyi bizottság tárgyalt a napirendi pontokat. Ezzel kapcsolatosan úgy tudom, hogy a... Most nem tudtam részt venni a bizottság ülésen, de jegyzőm tájékoztatott, hogy a 9-es számú napirendi pont, ugye a beszámoló 2023 évi háziorvosi ellátás helyzetéről, ezt a napirendi pontot a bizottság javasolta vegyük le, akkor ezt most én is javasolom, hogy vegyük le. Köszönöm. És kaptunk egy megkeresést ugye a telekhatár rendezés ügyében, ott volt egy helyszíni bejárásunk is, és ezt meg javasolom, hogy a 9-es napirendi pontnak, hogyha sikerül mindenkinek átnézni, akkor tegyük be a beszámoló helyére. Más javaslata nincs a napirendi sorral kapcsolatosan, és akkor valakinek van más javaslata, hogy szeretne bármit tárgyalni még napirendben, vagy egyebekben, akkor először is az jelenzés, akkor felvesszük. Ha nincs, akkor a napirendi sorra fogunk szavazni. Lesz egy zárt napirendi pontunk, hogy itt a határozati javaslata Pipa Csóda bölcsődi intézményvezetőjének felmentésével kapcsolatosan. Ez részben zárt, ugye egyik határozati javaslat a személyes adatokat is tartalmaz a zárt ülésen, ezt megtárgyalva az az utolsó, és ugye a nyilvános ülésen ezt megtárgyalva, amit nyilvánosan lehet megtárgyalni ebből a határozati javaslatból. Jó, ezekkel a kiegészítésekkel, aki egyetért, kell még előttes történik készvált tartási jelenzős. Itt igen, elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor kezdjünk is az első napirendi pontot tárgyalni. Tájékoztató a lejárt határidő határozatokról, végrehajtásával és a két ülés között tett intézkedésekről. Jogi ügyeleti pénzügyi bizottság tárgyalt, aki a nagyon szíves elnök azt mondja a... Igen, társadalmasáron, igen, szavazattal egyhangolag elfogadjuk és köszönjük a tájékoztatót. Köszönöm szépen. Ugye itt a gyárbeépítés, amit megszavazott a testület, ez már a formába került, hogy meg van kivitelezve. Hát egyelőre úgy tudom, hogy még időpontunk nincs a kezdésre, csak kiválasztott a bizottság a kivitelezőt. Szerettük volna, hogyha még idén elkészül. Azt mondja, hogy szerintem, hogyha behívjuk a kivitelezőt, szerintem akkor szeretnék érzően találkozni, hogy személyes egyeztetést akkor tartsunk egy bejárással a épülő járda mentén, hogy akkor milyen problémák és milyen akadályok vannak, hogyha nincsenek, akkor meg azzal kapcsolatosan, hogy mikor fog tudni nekiállni, és mire lesz kész ez a járda és a vízelvezető építése. Én szeretném azért, hogyha a karácsonyi időszakban már ez járda tudnának menni a temetőbe, vagy a templomba, amikor arra szeretnék elmenni gyalog, az attól is, hogy az időjárás milyen lesz. Ahogy látta mindenki, a bölcsődei beruházás az elkezdődött, most már falazási munkát ott nem tartanak, elég gyorsan haladok a vitelező, úgyhogy úgy néz ki, hogy ebben sem lesz határidős csúszásunk, és lassan el fogjuk tudni adni a gyalogátkelőt is, ugye a Lezi útnál, pont a mai napon szerelik fel a villogókat. Hogyha fel lesznek szerelve a villogók, akkor meg kell jegyzőlet, hogy egy ilyen nyilvános átadást azért ott mindenképp eszközöljünk, amivel szeretnének hívni polgárőrségtől járást, aki többször is kérte, hogy lejött egy dolog átkelő, és itt szeretném megkérni, hogy akkor a nyilvános, és hogyha lesz bármilyen átadási ceremónia, akkor ő mind átadó, hogy nem én szeretnék szalagokat átvágni, de ha ő esetleg ott átvágni egy szalagot, vagy akkor egy üvegpezsgőt fel lehet rozvágni a gyalog átkelő közepén, akkor ezt megteheti. És megígérte, hogy polgári ruhában lesz, úgyhogy azért szeretném, hogyha értesítenék időben, hogyha van elfoglaltságban, akkor tudjon ott lenni. Egy mást én most nem szerettem volna elmondani, hogyha van kérdés, akkor biztosan válaszolom rá. Nincs, köszönöm szépen, akkor feltenném szavazással a leírtakat. Aki a leírtakkal egyetért, hogy minden esetén készfeltartás jelenzze most. Hétigen elfogadta, köszönöm szépen. Másik napi rendi pontunk, pénzmérés természetben nyújtott szociális, valami gyermekvédelmi ellátásról szóló önkormányzati rendelet felvizsgálta.
önkormányzatunk nagyon sokszor nekifutott már ennek a rendeletnek, többször módosítottuk, most ugye az infláció miatt értem meg a hivatalt, hogy szívesek, akkor ezt nézzük át, és próbáljunk módosítani. És a módosítás mérték azért olyan mértékű legyen, hogy ez az önkormányzatunkat ebben a nagyon pénzelteli helyzetben nagyvértelen, hogy ne tudjunk kifizetni más egyébből kifizetni valókat. Tudtunk emelni valamennyit ugye a pénzösszegeken, hogy mitől tesszük függővé a támogatást. Megmondom őszintén, hogy még ennél is nagyobb összeg lenne, ami tényleg a mai helyzetben szerintem elvárható lenne, viszont sajnos a forrásaink azok csak ennyit engednek. Úgyhogy köszönöm szépen a hivatalnak, hogy ezt a anyagot összevettek, ez egy elég komoly, elég nagy anyag, és ugye ezt azért a tapasztalatok alapján sikerült összevetni, úgyhogy én bízom benne, hogy több ember fog tudni segíteni majd a szociális tűzifában és egyéb támogatásban is. Jogi ügyi pénzügybizottság tárgyaltak, hogy elköszönjük mondja az eredményét. Igen, tárgyaltuk. Annyit azért még kiegészítést tennék, hogy itt azért is vált szükségessé, mert az öregségi nyugdíj alap helyett itt a rendeletben a szociális vetítési alap összegét kell meghatározni, ami pillanatnyilag ugyanúgy 28.500 forint, és ennek kapcsán is szükségessé vált a rendeletmódosítás, amit polgármester is elmondta. Ezt a rendeletmódosítás azért is történt, mert nagyon elég alacsonyan voltak ezek az összegek és szorzók megállapítva. Még ezen is lehetett volna többet tenni, de ugye a keret nem engedi. Tegnap több témára is részletesen kitértünk. Köszönjük az előterjesztőt és anyagot, mert teljes körülnek jónak és elfogadhatónak tartjuk, módosítás nem történt benne, és három igen szavazattal javasoljuk a testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen, és akkor más hozzászólás, kérdés. Ha nincs, akkor én a leírtakat szavazásra bocsájtanám, aki a leírtakkal egyetért, igen esetéken részfeltartásra jelzze most. Itt igen elfogadtuk, köszönöm szépen. Hármas napi rendi pontunk. Szociális célú tüzelőanyag támogatása, helyi szabályozásról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Ez a rendeletünk szintén megérett módosítása. Itt is az összegekkel is azért voltak elég komoly vitánk, hogy mi lenne az összeghatárolmányt, ami a szociális tűzifa támogatást fogjuk tudni adni. Igényeltünk szociális tűzifácsán, és én úgy tudom, hogy valamivel kevesebbet kaptunk el, mint tavaly. Azt mondtam, egy pár körmétel. Ami inkább azt mondom, hogy sajnálatos, nem is az, hogy kevesebbet kaptunk, hogy a saját célra felhasználó és félre akott ugye tűzifa, amit itt az év során kivágott fák és egyéb veszélyes fáknak a ugye, kivágása miatt összepróbáltunk halmazni ilyen téli időszak, hogy ez elég kevés lett most. Úgyhogy ebből is jóval kevesebb másolás rendelkezésünkre. Én bízom benne, hogy jövőre azért nagyobb támogatást fogunk kapni, vagy ha nem kapunk nagyobb támogatást, akkor lehet, hogy még hozzá kell nyúlnunk a kasszánkhoz, és akkor egy kicsit több szociális tűzifa mennyiséget vásárolni, hogy ezért segíteni a rászorultakat. A Jogi Ügyrendi Pénzügybizottság tárgyalta, kérem el, azt, hogy mondja az eredményét. Igen, és három igen szavazattal egyhangulag javasoljuk elfogadásra az előterjesztést. Köszönöm szépen, hogy csak hozzászólás. Én azt az egy dolgot azért szeretném elmondani, hogy a szociális tűzifa támogatás az 2020 óta van, csak ezt tudom, úgyhogy miatt ez a testület legnál. Úgyhogy köszönöm a testület többi tagjának is, hogy ezt támogatta minden évben. Jó, kérem, most napi rendi pontban leírtak a tárgyalatért, kérem, minden esetén készfeltartásra ez most. A hétigendben elfogadtuk. Köszönöm. Négyes napirendi pont. Császlaktomai Nagyközség önkormányzata képviselő testületének a 20. felsőoktatási ösztöndíj pályázat elbírásának szóló szabályok módosítása. Jogi Ügyrendi Pénzügybizottság tárgyalta, kérdezik azt, hogy mondja a eredményét. Igen, tárgyaltuk, és itt is emelésre került sor a 10.000 forint helyett 30.000 forint. Ott javasolunk a támogatásként adni, és az értékhatár, a jövedelmi értékhatár, azt keresem, mert elfelejtettem.
nagyon megtudjuk, igen. 185.250 forintra jön ki, ez a szociális vetítése a összegének 650%-a, tehát ahol az egyfőre eső jövedelem ezt az összeget nem éri el, az top és felsőoktatási képzésbe szeretne részesülni, a 185.250 forint alatti egyfőre eső jövedelmén 30.000 forinttal támogatásban részesül, és ezt a bursa munkadika meg ugyanez az összeggel még hozzájárul, tehát akkor évesen 60.000 forint, ami már azért egy elfogadható támogatási összeg. Ezt három igen szavazattal egyhangulat javasolta a bizottság elfogadni. Köszönöm szépen. Ezzel a pályázati lehetőséggel sajnos az ötök össze, hogy egyre kevesebben járnak, pedig a gazdasági helyzet az egyre nehezebb. Úgyhogy van egy kis, és mondjam, restancia felénk ezzel kapcsolatban, ezt jobban meg kell, hogy hirdessük, jobban meg kell ismertetnünk szerintem a település lakóival, mert de valószínűleg nem vagyok hajlandó elhinni, hogy csak ennyi ember van, aki erre szeretne pályázni. Úgyhogy a jövő évben szerintem miért a bizottság elé kerülne, ez a bursza-hungarika elfogadása, illetve ez a többször be fogjuk tenni ezt a krónikába, és rá fogjuk tenni majd a honlapra is, hogy minél többször belakadjanak, és minél többször szembe jön mindenkivel ez a lehetőség, és azt kell, hogy mindenki, aki ne szégyelje ezt a pénzösszeget megpályázni, ne szégyelje ezt a pénzösszeget felvenni az önkormányzattól, ezt nem magának pályázza, meg nem a saját, hogy mondjam, jólétér, hanem a gyerekének a jólétér, úgyhogy ezt meg tegye meg, mivel tartozik a gyerekének. Jó, négyes napi rendi pontban lejött a klap végletérkény, minden esetén készületetés jelz most. Van így, igen, elfogadtuk. Köszönöm. Ötös napi rendi pont. Beszélem az önkormányzat 2023-4. Adóbevételeiről. Jogi ügyeleti pénzbizottság tárgyat, aki ennek a szerencsés mondja az eredményét. Hát először is az adóügyi ügyintézőinknek a beszámolóját köszönjük. A beszámolóban ugye itt kiderül, összesen számokat mondok, hogy az előirányzat az két, ez szeptember 30-áig bevételeket tartalmazza, az előirányzat szerint, tehát az éves előirányzat az 265 millió forint, és ez eddigi bevételek 254 millió. Még ami adónemen bevétel változott, itt idegenforgalmi adó, tehát körülbelül a költségvetésbe betervezett bevétel az realizálódni fog, mivel tegnap beszéltünk róla, hogy a körülbelül a költségeink sem, tehát azok sem nőttek túl a költségvetésben tervezetnél, ezért ez így elfogadhatónak tűnik ez a bevétel, és a bizottság tagjai a beszámolót egyhangulag elfogadták. Köszönöm szépen. Hogy javasolják elfogadásra. Az adóbevételeink ugye megalapozzák a beruházásainkat. Istennek ugye azért azon a szinten teljesültek, amit terveztünk már. Akkor vajon azért 4000 fős, 4000 fős településnél ez az összeg azért lehetne magasabb is. Főleg most ugye a tegnap elfogadott törvény alapján az állam fogja az összes olyan beruházást gesztorálni, ami 50%-os részt meghalad, vagy Európai Uniós pénz, vagy akár kormányzati pénz terén. Úgyhogy innentől kezdve majdnem azt kell mondjam, hogy a beruházásaink, amit az önkormányzat tud végezni, az ebből a pénzből, ami megvan a beruházásra, az az összeg lesz, hogyha nem lesz több pénzünk. A pályázatokat ugyanúgy be fogjuk adni. Itt még az elég sok kérdője van, hogy a pályázatokhoz szükséges mondjuk tervezők, vagy akármilyen bekérendő engedélyeknek a finanszírozáshoz, hogy lesz megoldva, ha nem mi vagyunk, ugye azok, akik ezt az egészet gesztoráljuk. És arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy például a felelős műszaki vezető, aki ugye lesz, ez idén egy héten mondjuk egyszer, az hogy fogja ezt megoldani, hogyha most lesz a kivitelezésnek bármilyen probléma. Ugye eddig helyben volt, hogy van bevonás ügyintézőnk, aki ugye szakmailag is kért ezekhez, és ugye a hivatal ezeket ugye intézte. Innentől kezdve nem tudja, hogy fogják ezt elintézni, de biztos, aki ezt kitalált, az meg fogja valami oldani. És ugye ez a betervezett saját bevétel, ugye ez fedezetet biztosít még arra is, hogyha az étkezés, amit
közétkeztetésképpen ugye az önkormányzat finanszíroz, és ugye ott a nyerságokat tudjuk csak a közétkeztetésben résztvevőkre ugye mint díj tovább terhelni. Ezért van munkabér, van energia, amortizációs költség és annyi sorolva milyen költség között az önkormányzat fizeti, és ugye ez annak is az alapja. De például ez az összeg annak az alapja, ugye amikor meghatároznak egy garantált bérminimumot, vagy egy minimál bért, és ugye nem kapjuk meg annak az összegük a teljes távoltását. Én akkor vészmodálkodni, de azért 24-ben ezekkel a feltételekkel nagyon kérdezik, hogy a francba fognak az önkormányzatok bármit is véghez vitni. Eddig sem voltunk, eddig sem tuskáltunk sajnos az anyagi javakban, hogy ezután hogy fogunk egy beruházásokat eszközölni, hogy fogunk egy beruházás során, ha valami nem úgy valósul meg, ahogy kell, mondjuk akár fellépni, az még a jövő kérdése. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki télesre fizeti ezeket az adókat, mert ez nekik köszönhető, hogy mi tudunk akár egy dalogos járdát csinálni, mondjuk most a Ballag utcán, vagy akár egy dalogát kellett építeni a rezintra, vagy akár meg tudjuk finanszírozni 10%-et ugye itt a bölcsődének, vagy hadd ne soroljam az Akácfa utcát, az összes beruházásunkat, ami eddig történt. Úgyhogy nincs esetleg kérdés, hogy hozzászólás, akkor én feltenném szavazásra. Ja, bocsánat, és ugye én úgy tudom, hogy elhangzott az is, nem most itt még egyébként elhangzott el, hogy a következő évre ugye az önkormányzat képviselőtestületben szeretne adót emelni. A következő napi rendben? Azt tudom, csak ugye ez hozzám tartozik, ugye itt az adóbevételekről beszélünk, és ugye még nem szeretnék adót emelni, úgyhogy körülbelül ugye ezekből forrásokba fog hozzá. Akkor én szavazásra bocsánatolnám, aki az itt elhangzottakat és a leírtakkal egyetért kell, minden esetén készülhet a testvérelze most. Itt igen, nem elfogadtuk, köszönöm szépen. Hatos napi rendi pont. Cselszitom Nepjőség önkormányzat a képviselő testületének helyadókról szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálta. Kérem, elköszönöm ENSZ és ismertesse a bizottság döntését. Köszönjük ezt a tartalmas tájékoztató előterjesztést. A bizottság tagjai, miután egy pár kérdést tisztáztunk, egyhangulat úgy azt javasolják, hogy most ne változtassunk a rendeletünket. Köszönöm, esetleg más hozzászólás. Nincs. Akkor én tartom magam ahhoz, amit eddig is mindig elmondtam. Én szerintem az államnak kell segíteni az önkormányzatokat. Az államnak a beszedett adóból, a beszedett mindenféle munkabér utáni járulékokból, és az áfából, ami ilyen egész világon nálunk a legmagasabb, abból kell, hogy az önkormányzatokat, és nem nekünk kell még, akik fizetünk egy zsemmér 27%-os áfát, hogy még fizessünk be bármilyen adót. Remélem, hogy egyszer lejön az az időszak, amikor normális országot vezethetünk. Én a hatos napi rendi pontot feltenem szavazásra, aki leírtak a sűrít elhangzottakkal, egyetért kell, minden esetén készületetésre hozzá most. Én köszönöm. Hetes napi rendi pont, kultúrház közösségi szintér használati rendjének felülvizsgálta. Hát ez most már nagyon sokszor vizsgáltuk ezt a szerencsétlen pár számú közösségi szintelünket és kultúrházunkat. Örülnék neki, megmondom őszintén, hogy ez most viccet féltél az egészségügybe, amikor én nem megyek és mondjuk ultrahangra kérek egy időpontot, de most kérlek el, jövő márciusra kaptam, mivel a kultúrházunkat szinte még elvizsgáltuk vagyunk 5-ször. Ezért megkérdezem a új ügyönyi pénzügyi bizottság vezetést, hogy akkor bizottsághoz. Hetes. 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 Bocsánat, azt továbbadottam. Igen. Ezzel kapcsolatban a bizottság úgy döntött, hogy javasoljuk, hogy nem változtatunk a rendeletünkön, illetve ezen a használati renden. Jó, és hát akkor hozzászólás kérdés, hogy ha nincs, akkor én szavazásra bocsánatom a leírtakat, kérem, aki a leírtakkal és az itt elhangzottakkal egyetért, igen esetén készületetésére ez most. Így igen, befogadtuk. Köszönöm szépen.
9-es napi rendi pont, ugye, amit levettünk a rendi pontot, az helyett kerülünk be a telekhatár rendezés ügyében, úgyhogy összet... Ja, bocsánat. Most egy 8-as a közművelődési rendezvények, és akkor utána. Igen, bocsánat, itt a kavarodásért. 8-as napi rendi pont, 2023 évi közművelődési rendezvények megtartására szánt keretösszeg módosítása. Hát itt ugye az elég rendesen próbáltuk meghúzni a nadrágszélt itt a rendezvények terén, és egy sok pénzt ide kivettünk az előző évekhez képest. És mivel nem csak minket érintett, ugye itt a válság, ugye a szolgáltatókat is, nem volt tömett elég ez a pénzösszeg. A jogi-ügyelmi pénzügyi bizottság felét kérnálunk azt mondani, hogy a jogi-ügyelmi igen, tárgyaltuk. Most itt még az év elején a testület által elfogadott rendezvény tervünk szerint egy rendezvény van beírva, ez a fiataloknak a Mikulás ünnepség és adventi gyertyagyújtás 1.130.000 forintos akkori betervezett kerettel. Közben itt arról is szó volt tegnap, hogy eddig 8 millió forintot használtunk el, és 8 millió forintra volt az éves keretösszeg a testület által meghatározva. Ez a rendezvény lenne december 2-án, és ennek a rendezvénynek a tény költsége az 1 millió forint lenne. Arról beszélgettünk tegnap, hogy ezen kívül még, ami az elmúlt években volt, az karácsonyjal kapcsolatos ünnepségek, és most úgy gondoltuk, mivel az elmúlt utóbbi években ez nem volt annyira, itt a gyerekek ugye műsort adtak, de ezek a műsorok, amint a gyerekek a műsort adták, elment mindenki. Gyakorlatilag gyerekeken, szülőkön kívül nem nagy érdeklődés volt, és úgy gondoltuk, hogy valami olyan dolgot kellene elkezdenünk, ami ne, és ráadásul ugye nagy költséggel járt, tehát nem valami olyan dolgot kellene egy karácsony előtt, ami nem terhelné úgy a időben a családokat, hogy ugye mindenki már a saját családi karácsonyára koncentrálott karácsony előtt, és lehet, hogy ez az érdektelenség is ebből fakadt. Ezért arra gondoltunk, hogy hát ha esetleg egy ilyen ha lenne az önkormányzatnak egy saját fellépvája, ami szokott is lenni minden évben, csak ugye önmaga a hivatal dolgozói szokták feldíszíteni, hogy lenne egy ilyen meghirdetett fenyőfa díszítési akció, ahol amit egybe lehetne kötni, egy kis forró tea, kis sütemény, gesztenyesütés, vagy kinek milyen ötlete támad még, és akkor erre meg lehetne ilyen batyuválosan, hogy hozhatnak is a lakók, és akkor így közösen feldíszítenénk azt a fát, amit felállít az önkormányzat. Ezt a helyszínnek itt ötleteltünk, hogy talán a KOP előtti, tehát a dr. Baponyi Károlynak a szobránál tartanánk meg ezt a, ott állítanánk fel ezt a fát, és ott tartanánk meg ezt a közös fadíszítést, és akkor ez egy kellemes együttlét lenne a település lakóinak, és erre nem kellene akkor 1 millió forint, hanem 200.000 forintból is meg tudnánk oldani, és lehet, hogy sokkal kellemesebben éreznék magukat, akik ott eltöltik az időt. Ezért azt javasoljuk a testület felé egyhangulat, hogy ezt a rendezvénytervet így fogadják el, és ennek megfelel az 1.200.000 forint plusz keretet a dologi kiadások terhére állapítsák meg. Jó, köszönöm szépen, és más hozzászól, és esetleg parancsoljuk is. Köszönöm a szót. Ugye itt lóg a levegőben egy 1,5 milliós Lidl-es pályázat, amit igen, valóban parkoló pályán van, de ez év végéig úgy tudom, hogy ez le fog rendeződni, tehát ha megkapjuk, akkor az kifizetésre fog kerülni. Ennyi információ van erről, amit szerettem volna hozzátenni, akkor viszont ugye visszajön ez az összeg.
Köszönjük szépen. Igen, ezt én a határozati javaslatban vagyunk, ha ezt megkaptam, akkor leírtuk a tényeket, és az ugye nem volt belőle, van kérte, hogy írjuk bele, hogy ez a LIDAR pályázaton vívott lóba levegőbe, és ugye nem tudom valószínű, hogy ezt meg fogjuk kapni. Azért kell, hogy ezeket a átcsoportosításokat megtennünk, mert sajnos ugye a rendezvényt, hogy meg tudjuk rendelni a fellépőket, ugye ezt meg kell, hogy finanszírozzuk, mert ugye nem nagyon fognak várni arra, hogy most megkapjuk a pénzt vagy sem. Viszont valóban, hogyha megjön, akkor a költségvetésünk ugyanúgy, hogy megelőleg ezt a pénzösszeget, tehát rendelkezésre fog állni ez az összeg. Volt egy fenyőfa díszítésünk, szerintem képviselő asszony is ott volt, amit ugye Antal úr le volt állni. Olyan hangulatos volt. Olyan hangulatos volt, hogy aki próbálta összeszedni ott a túlsó oldalon, hogy ezeket a lakókat, akik ugye itt nem is tudom, melyik rendezvényünkön, ugye nekem is nekem rontottak, hogy ott ugye nincsen fenyőfa, és hogy fenyőfát kellene, hogy tegyünk ugye a térre, és hogy micsoda egy dolog ez, mert ők sose kaptak fenyőfát, és ugye a dolgozóink ugye le is vittek egy fenyőfát fel, és állították, és meg is hirdettük, sőt, én utána dobáltunk be talán még egy kis kártyákat is az időpont, hogy mikor lesz ez a fenyőfa díszítés, és most nem tudom, hogy kiadtam alatt, azt mondja, hogy képviselő asszony volt, meg igen, tehát itt 15-en volt egy pár lakó is. Nagyon kevés lakó volt, és ugye, ami nekem a legbosszantóbb volt az egészben, hogy ott sétálgattak ugye azok, akik ugye a legnagyobb reklamálni voltak ennek, hogy mert nem kaptak fenyőfát. Most csak ez azért mondtam, hogy bízom benne, hogy most azért ennek a fenyőfa díszítésnek kicsit nagyobb lesz azért a lakók részéről, vagy a és az aktív részvétele, mert sajnos azt kell mondjam, hogy ott az is szerintem a maximálisan megtett az önkormányzat és a testületet, és a képviselő is ott saját szabad idejével vitte ezeket a kis kártyákat, hogy jöjjenek el minél többen, és azzal szemben ugye azért nagyon kevesen jöttek el, pedig a reklamáló lakók szám azért szerintem jól nagyobb volt, mint akik eljöttek. Úgyhogy bízom, hogy ha lesz egy ilyen kis rendezvény, és tényleg lesz egy ilyen kis kötetlen beszélgetésre lehetőség, akkor csak eljönnek, mert tényleg azok, akik szeretnének ilyenben részt venni, úgyhogy én sokat még tartom, csak ez egy félelme, vagy nem tudom, hogy mennyire lesz ez népszerű. Mi nem legyünk és jól érezzük magunkat, és felviszítjük a párt. Csak jól érezzük magunkat, amit is, az a lakóknak, hogy ők is jól tudják érezni magunkat, hát és jöjjenek el. Előbb-utóbb egyre többet legyen hagyomány. Hagyományt teremtünk. És az egyébként megjelenek, hogy akkor eljönnek, és akkor részt vesznek ebbe. Volt közösségi világültetésünk is. Még annak idején, amit meghirdettünk, de sajnos ott is azért a hivatal és tényleg az önkormányzat volt, minden valószínűleg részt vett ebbe, azért voltak ott is lakók. Úgyhogy sajnos ugyanolyan, hogy mondjam, kicsit otthonülősek vagyunk, mindegy az egész országban, vagy a többi településen is, de hát el kell indulni, hogy valahol beérjünk, úgyhogy akkor elindultunk ezzel is. Jó, hogyha másnak nincs esetleg hozzászólása vagy kérdés ezzel kapcsolatban, akkor én feltenném szavazásra, ami elhangzott itt, hogy ez a díj ugye 10 millió forint helyett 92.000 forinttal legyen megelemelve, és ugye ez a közös karácsonyfa állítás is ugye megtörténjen. Ezt majd a krónikában és a hallatókon, és igyekszünk majd, ahol lehet, hogy a busz megállapban egy plakáttal igyekszünk megkérdezni, hogy minden több ember ezzel jusson. És mivel a fenyőfa állítás, ugye ez utána lenne a Mikulás ünnepségünk, úgyhogy a Mikulás ünnepségünkön is majd én kérném, hogy akkor próbáljuk ezt promotálni, hogy akkor aki tud, az jöjjön el oda is. Jó, akkor ha nincs más hozzászólás, én ott azért itt elhangzottakat, aki a itt elhangzottakat egyetért, és ez a 92.000 fontos összeggel, akkor igen, esetünk készfeltartás jelezze most. Itt igen, köszönöm szépen. Valóban a 9-es napi rendi pont jön, a telekhatár rendezés ügyében Cserszettem Belkövet 314-6-os helyrezi számú és 319-es helyrezi számú ingatlanokat érintően. Volt egy beruházó, ugye voltunk már kint a területen is többször, hogy ez a temető mellett megvalósuló ingatlanoknak a elérhetősége miatt van szüksége a telek cserére. De van viszont, hogy amikor először kivoltunk, én azt hittem, hogy ezért gyorsabban elindul a kivitelezés, de most úgy néz ki, hogy mégiscsak elindul, úgyhogy a telekcsődés most már innen is elfogadás kész.
A jogi ügyvédi pénzügyi bizottságnak nem tudta tárgyalni, hogy akkor kaptuk. Mivel akkor kaptuk meg, és ez egy elég vaskos anyag, tárgyalni nem tárgyaltuk, viszont a bizottsági ülés után, mivel itt volt a Vitéz úr, az akkor fölmerülő kérdéseket feltettük. Most még itt a testület ülés előtt is beszélgettünk, hogy a két dolog merült fel még így akárként, de majd aztán, amit több is van, elmondják képviselőtársaim. Az egyik dolog az az, hogy nem egyértelmű, hogyha az építkezés során a kápolna sor felől fognak-e az építőipari gépek járni, vagy pedig a ne felejts utca felől, mert az a félő, hogy a ne felejts utca felől is, ami azt jelenti, hogy így is a ne felejts utca nem a legjobb állapotban van már, tehát hogyha a felől fognak közlekedni, akkor lehet, hogy mire az építkezések befejeződnek, nagyon tönkre lesz téve az az út. Meg egyébként is az eléggé itt-ott keskenyebb, és mondjuk ilyen két irányú forgalomnak elég nehezen felel meg. Tehát, hogy lehetne egyezkedni az ügyben, hogy a verbázást követően azt, amiket is felnyújtanák, vagy rendbe tennék. Hát mikor ugye ott kim voltunk személyes megbeszélésen, ugye elhangzott, hogy a kápolnasor fel fognak fejelni, ugye a behajtási engedélyt mindenképp az önkormányzat kell, hogy kiadja, és mi nem adunk ki a Lefelés utca fel a behajtási engedélyt, és ugye a körzeti rendőröket felkérjük arra, hogy akkor ott az ellenőrzésük, hogy hol hajtanak be ezek az autók, meg tudjuk azt is, hogy az önkormányzat részéről, amikor időben többször el vagyunk arra, és akkor ezt tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg nem ott hajtanak be. Hogy ez a szankcionálási lehetőségünk arra, hogy akár az út teljes elújítására is kötelezzük azt, aki ugye tönkre teszi ezt az utat. Ugye ott is, vagy ott ott egy 10 tornás behajtási tábla van, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, de egy ilyen max. Egy kis teleautó hajthat be, hanem egy nagy teleautóba sem lehet, mert ugye csak az önsúlya már 7-8 tonna ennyi a teleautón, plusz a lagsúly, egy kis teleautó is 12-14 tonna. Ugye elméletek nem mehetnek be. Aztán attól függetlenül, hogy mégis oda bekeveredik egy autó, a legnagyobb probléma az volt, hogy a beállás is nem csak az út állapot, hanem hogy olyan közel vannak a házak, hogy a rezgés és ugye a nagy súly meg a házakból is ugye kár keletkezzen, és most nem pont csak az, hogy esetleg elviszi az eres csatornából a tetőt, hanem az is, hogy elrepednek a falak. Igen. Hogy ilyesmi komolyabb kár lesz. Ugye ez miatt is kértek akkor ott a beruházót, hogy ez mindenképpen úgy történjen meg, hogy a kápolna utca felől, és ugye ők mondták, hogy az utolsó ház ezt a kápolna utcán épülő ház, és mindent onnan fognak felszállítani. Erre kötelezhetjük is őket. Hát, hogy a szerződésben szerepel, hogy fontos. Igen, hogy kötelezzük őket, hogy mindenképp onnan történjen. Még egy olyan kérdésem van, hogyha ezt most nem tárgyalta a bizottság, akkor a testület tárgyalhatja ezt a jegyző úrtól kérdezni. Tehát tárgyalhatja, igen, mivel a pénzügyi vonzattal nem jár egyébként. Mivel kifejezetten kitérünk benne az előterjesztésben, a szerződésben is, hogy értékváltozás, vagyoni változás az önkormányzat részéről nem lesz. Köszönöm. Ettől függetlenül megtehetjük azt, hogy rendkívül testetől és mindenképpen kell, hogy az Akác utca és a kerékpárút miatt. Úgyhogy megtetjük azt, hogy akkor rendkívül testetől és bevisszük ezt. Ha nem feltétlenül szükséges, nem kellene. Én gondolom, az időt ne húzzuk, mert itt vagy látom, hogy elég sokat vártak arra, hogy itt ezek a telepcsere úgy bonyolódjon, és az elég sok időt igénybe vett. Hát én nem szándékozom magam részéről késleltetni az építkezést. Mert igazából nem valószínű, hogy ez az ő nekik letudhatóan nyugodtan miatt. Jó, persze, nem a hibánkból egyértelmű, csak... Én csak azért van, hogy valakinek még azt mondja, hogy szeretném, nem tudom foglalkozni ezzel a témával, akkor jövő héten ezt rendkívül testet. Szerintem is elfogadható a testet, hogy ezen semmi változtatás nincs benne ahhoz képest, amit meg is beszéltünk. Nekem egy kérdésem lenne, hogy ugye a két csere, azt látom, hogy azt, amit ők kapnak, az 256 négyzetméter, egész 10 négyzetméter, viszont azt, amit mi kapunk helyette, nincs föltüntetve, hogy ez pontosan mekkora. Itt van-e különbség, hogy ez ugyanakkor a terület? Szerződésben van, és ugye a Benizsban az is, hogy a független ingatlanbe becsülnek, hogy ezt fel kell érzékelni a két terket. És ami van is különbség, hogy az ingatlan becsülnek a felértékelt különbözetet,
hogy finanszírozni kell. Úgyhogy innentek egy maradunk, azt kell mondja, hogy és hogyha 4-5-10 négyzetméter differenciák is mondja minden, mert ugye ezt fel kell becsülni, és az ingatlan becsülni, amit megállapított, és ugye ezt ugye ugyanabban a szokásos módon leadott fel egy ilyen négyzetméterre besorolásra értékre, hogy utána fogunk csak megkicsérni. Én ezt csak azért kérdezem, mert ugye itt a Temető utca, az ami jelenleg is ki van nyitva a kápolna sorra, és ugye ez a beépítetlen telepnek itt van egy belugrása, hogy ezt esetleg nem lehet nekik egyenesíteni, akár is ugye, ha ez a telepcsere ebben a... Ez a miénk? Ez a nem is mondjuk. Ez a kormányzat, és nem gyakorlatilag az csak az a kormányzat. Valami rezenek, hogy akkor viszont pont azért ajánlották fel, hogy még ami megmarad itt a mi területünkért. De pont akkor rendben az adás. Pont akkor rendben az adás. Akkor rendben van. Szintén egy kérdésem lenne, tehát egyetértek ezzel az útcserével. A kérdésem arra vonatkozik, hogy az építkezés befejezése után lesz ez teljesen kialakítva, és ugye a parkoló járműveknek megcsinálva, hogy mindjárt az elején is, az építkezés után folyik. Mert a temetőt ugye látogatják, tehát az lenne az érdek, hogy ezt a kis utat ő kialakítja, ahogy akarja, de a parkoló részt, amit megígért, hogy rendbe rak, hát azt most kéne azonnal, tehát az elején. Ezt megtehetjük, hogy a szerződésből ugye kötelezzük, hogy miért nekiáll a építkezés kellett ezt alakítsa ki. Megmondom őszintén, hogy ez a projekthez képest ez a parkolókérdítésen annyira kis összeg, hogy szerintem ebből ennek nem lesz probléma, de ezt megtehetjük, hogy akkor most is jegyzőkönyvbe került, hogy szerződésbe beleírjuk, hogy először a parkolókat kialakítani. Ezt használják is, temetés mikor van, tehát legyen az rendben. Jó, először akkor kialakítottuk velük, és köszönöm az észrevételt. Most éppen egy kérdésünk, hogy valami szállalkoz. Ha nincs, akkor én ugye mivel elhozott, hogy megtudjuk szavazni, akkor egy szavazásra becsapom az anyagot. Aki a leírtakkal egyetért, ki a minden esetén készfeltartás érezze most. Úgyhogy az itt elhangzottak kiegészítés. Igen, azért mondom, hogy az itt elhangzottak együtt kiegészítés. Minden esetén kérem készfeltartás érezzük. Jó, hat igen, tartózkodik, egy tartózkodik, hat igen, egy tartózkodik. Köszönöm szépen. Pont. A 17-55 helyről számú ingatlan belterületbe vonása. Jogi ügyelmi közügyintézettség tárgyaltuk, ilyen pénzre is elköszönöm mondani az eredményt. Igen, tárgyaltuk és három ilyen szavazattal egy hangulat javasoljuk a belterületbe vonásán jogi ügyelmi. Van esetleg kérdés, hogy határozati javaslat szerint. Minden személyesen. Jobban érkezik. Hogy ez sem, mert először van megint, úgyhogy... Jó, én ezt akkor nem szeretném kiegészíteni, ezt már szerintem elég jól kiveséztük. Hogyha már nincs kérdés, akkor kérem, aki lejött akkor, és itt elhangzottak a egyetért igen esetén készültetésre ezzel most. Két igen, köszönöm szépen. 11. napirendi pont. Cserszeg Tomály, 2042-1-es, nevezi számú nyugatlan, Kincses utca, érintő vízvezeték építésére vonatkozó. Ivóvíz vezeték jog, szorgalmi bejegyzése. Jogi ügyelmi pénzügybizottság tárgyalt ez. Igen, és három ilyen szavazattal javasoljuk a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm, és a kérdés. Ezzel kapcsolatban. Itt igazából adminisztratív jellegű feladatai vannak csak. Nagyon úgy néz ki, hogy a jövőben majd, hogy nem mindenhol ivóvíz probléma van, a DRV ugye nagyon sok olyan utcát nem tudna most sem javítani, eltelni csövöket nem tudtak cserélni, és ugye mivel a Cserszetomai ivóvíz házadnak a általában életkor, az most már ugye 56 éves volt 13 évben, most is a 60 éves lesz, bár itt most van egy új pár méteres szakasz, úgyhogy ne tudok elni, tehát 58 évesek is vagyunk csak. Úgyhogy én, nekem azért vannak fenntartásaim, hogy bizonyos területekre, ugye, amik most belterületi ingatlanként vannak nyilván tartva, hogy meddig fog a DRV egyáltalán engedélyt adni, vagy meddig fog hozzájárulást adni ahhoz, hogy ugye ezeken a telkeken bármilyen építkezés megvalósulhasson. Én megkérem akkor jegyzőkönyvbe jegyző urat, hogy
De ezt is írjam a DLV-nek egy pár soros levelet, ugye ezt most már várjuk tőlük szerintem évek óta, hogy tegyék már meg, hogy elhangzott nagyon sokszor itt a megbeszéléseinken, hogy melyik utcákkal vannak problémák, és hogy még hány házat fognak ugye engedélyezni, hiszen a Porpoláb utcán volt 4-5 ház, egy utcával bontva hangzottak el ezek a számok, hogy tegyék már meg, hogy ezt leírják nekünk, hogy most melyik azok a területek, ahol nagyon komoly problémák vannak, melyek azok a területek, ahol ugye végigélt a vízi közmű rendszer, és nem fognak tudni hozzájárulást adni. Ez azért lenne fontos, hogy ezt mi a saját honlapunkon, és tényleg ahogy csak tudjuk, ezt promotáljuk, mert most képzeljük el, hogy valaki lesz egy 20 milliós telket, mert nagyon jó a panoráma, vagy egy, sőt vannak itt ugye 30-40 milliós telkek is, és pont azon a területen, ahol nincsen már elég víznyomás, akkor ő nem azt fogja mondani, hogy a DRV micsoda egy trógér, egy cég, hanem azt fogja mondani, hogy az önkormányzat, ez micsoda egy önkormányzat ez. Hogy ezt szeretném megelőzni, nem kevesen ugye nem tudják még most sem azt, hogy ugye a vízmű és a szennyvíz az nem az önkormányzaté, az a DRV-jé. Csak mondanék egy példát, hogy a Sümegyében a felújítása kapcsán én kaptam nagyon sok telefon, ugye a hívást, meg mindenki örült neki, hogy milyen jó ez a testek, milyen ügyesség vagyunk, hogy felújítjuk a Sümegyi utat. A Sümegyi utban ugye közút beruházás, azt nem újítjuk fel, attól függetlenül köszönjük szépen a dicséreteket. És ugye nem mi tehetünk arról sem, hogy ott nem valósul meg most ugye ezzel az útfelújítással semmi állda, sem pedig csapadékvizelvezetés felvizsgálat és új csapadékvizelvezetés kiépítés, hogy ez a közút feladat lenne. Úgyhogy ez mindenképpen jó lenne, hogyha DLV-től kapunk egy ilyen, nem tudom, feljegyzést, vagy egy, nem tudom, minek nevezzük, egy kis papírt, és akkor azt a kommunikálunk mindenhol próbáljuk meg hirdetni, hogy akkor lássa mindenki, hogy hol érdemes mondjuk telket vásárolni, hogy belefusson egy ilyen problémával, parancsoljuk is. Én egyetértek teljesen értékben ezzel, sőt, nagyon is kell ez a kimondatás, de az ivóvíz mellett én a szennyvízre is kitérnék mindenképpen, mert én szerintem a keresztmetszetek már most túl vannak terhelve, nem beszélve a keszthelyi fogadóállomásról, mi lesz a vége, ha nem tudja fogadni. De hát, az kifizeti majd ki. És az által mi a szivattyúknak is ugye a kapacitás az a plafonon van, azt látjuk meg mindig. Tehát a meglévő épületeknek is ez kárára fog menni, ha ez az egyszerűen vége lesz a túlterhelt lesz. Ácsolás, azt kell mondjam, hogy most túlterhelt. Én parancsolok is. Ide vonatkozik, ugye tegnap ez föl is merült, hogy a Balaton törvény most megengedi a zárt szennyvíztároló telepítését, és ugye ez több településen már működik, tehát lehet, hogy mi is léphetnénk ebbe az irányba egy lépést, és olyan helyeken, ahol nincs lehetőség rácsatlakozni a szennyvízre, ott esetleg és arra van mód, hogy egy ilyen zárt szennyvíztárolót ő tudjon telepíteni, akkor arra legyen lehetőség. Hát köszönöm szépen a felvetést. Ugye Balaton törvény ez kicsit olyan, mint a magyar működéssel, ugye, hogy mindig úgy alakítják itt szájhagyomány alapján, hogy van melyik család, vagy amik mondjuk valaki a Lumustól fő, valaki zöldött, és úgy mesél a magyar népvisel. A Balaton törvény az ugyanilyen. Ha azt mondjuk, hogy a 200 méteres Balatontól védő szakasz, nem lehet építkezni, ha valaki olyan akar építkezni, akkor 50 méteres építkezhet, vagy akár bele a Balatonba is. Ezt elkülni kezdetet lehet látni, hogy olyan lett a Balaton, mint egy lakótele. Úgyhogy a Balaton törvényre hivatkozó, ugye próbáltuk mi ezt már, ugye volt itt a ingatlan befektető itt a Major Virem utca mögötti területre, ami beelterület, hogy akkor a DRV olyan szívesen engedélyez ezeket a EU-ba engedélyezett ugye házi szennyvíz telepeknek a létesítését, és ugye kapott a beruházó céglevelet a DRV-től, hogy amelyik önkormányzat területén belül ugye a DRV-nek szennyvízhálózata van, ott nem járul hozzá. És ugye nem, nagyon sok kört futottak, ők is vele, mi is. Azt hiszem talán a Vasi vízműhöz, ugye van egy környezetvédelmi vízügyi társulás, ugye aki is bírálhatná, onnan is visszapattantak, úgyhogy nem, sajnos nem tudott megvalósulni ez a projekt, ott egy ilyen 40-50 terek kialakítás lenne van új utcákkal és új ugye területekkel, mert a szennyvizet egyszerűen nem tudták megoldani, hiába próbálták ugye ezt az unió által is meg elfogadott. És ugye nagyon sok településen viszont engedélyezett, mert ugye van Fonyolban már egy csomó településen, így Cserszegtől olyan konkrétan ugye, de nem is nem tudtam, az összes anyagot, mert az elég vicces volt, hogy hivatkozva nem lehet, itt nem lehet. És ugye mi milyen messze vagyunk a Balatontól. Igen, hogy 2019 óta változott ez. Nem engedélyezték, ugye ahhoz a DRV-nek hozzá kell járulni, és úgy lehet ezt a szennyvíz rendszert kiépíteni. Ugye van is fent a vezibe, hogy pont egy ilyen
talán a Kolhebúr által épített ilyen szennyvíz telep, ami pont ez miatt akadt el, mert ott sem engedtek, ugye, hogy ez működjön. És ott van. Igen, 11-ben hozták ezt a... És azért ezt nem értem, hogyha már egyszer van egy törvény, és azt mondom, hogy ha mondjuk Fonyódon, nem tudom, Lellén, vagy Bogláján, nem tudom, mondhatni, hogy tetősít, ott lehet, hogy a Balatontól nem tudom, egy kőhajításnyira, akkor itt cserszett a magasztan, jó nagyot kell dobni, hogy mondjuk jó nagy kőhajítás, hogy eljusson a Balat, hogy itt miért nem lehet. De itt nem engedi ezt, de megpróbáljátok sajnos, hogy elmis csak mi, hanem a beruházó is. Jó, nem tudom esetleg még hozzászólás, hogy kérdése van. Akkor föltenném szavazásra a 11-es napi rendi pontot. Az itt elhozottakkal és a leírtakkal egyetért kell, még esetén készültetésére ez most. Hét igen, nagyon fogadtuk. Köszönjük szépen a beruházást. Csenszek Tamar SKH-tól szakosztály kiegészítő tanulmányozási kérelme. Ugye volt itt többször is kérdés, hogy lássuk, hogy kiket támogatunk. Én kértem is a... Akkor 12-es. Járdaépítés Barlang utca, Majai utca, Szivárvány utca közötti szakaszán kivitelezési munkára vonatkozó beszerzési eljárással kapcsolatos döntés. Hát ugye ezt az előbb már itt én előre szaladtam egy kicsit, amikor ezzel kapcsolatban elmondtam pár dolgot. A Jogi Ügyrendi Pénzügyi Bizottság tárgyalt, aki amelyhez is elköszön mondja az eredményét. Igen, tárgyaltuk és a határozati javaslatot 3 igen szavazattal egyhangulag elfogadjuk. Itt arról van szó, hogy a Unofix Kft. Nyerte el a pályázatot, és 23.172.082 forint plusz áfa összegű ajánlatot adott. Ennél az ajánlat, igen, és ehhez, az ajánlat, ehhez a pénzösszeghez a korábban a tartalék terhére ide tett, erre a beruházásra áttett önkormányzati fedezetet ki kell egészítenünk 7.098.657 forinttal, mivel a pályázatot nem nyertük el. És itt arról is kell most döntenünk akkor, hogy ezt az összeget karbantartási javítási szolgáltatások terhére fogjuk áthelyezni. Köszönöm szépen. Ugye ezzel kapcsolatban az előbb elmondom, hogy szeretnénk, hogyha meg tudná ez valósulni pont az ünnepekre, bizony, hogy ez sikerül, és ugye ez a beállás, a műszaki beállás lesz, akkor azután már sokkal tudhatunk kell mondani, hogy majd a lehetséges felületeinkkel a honlapunkon, vagy akár a kronikában is, hogyha lesz meg konkrét kivitelezési időpont, akkor ezt meg közölni fogjuk, hogy lesz ez átadható. Meg hát ugye ott van elég sok kocsi beállni, úgyhogy a lakókat is kell majd tájékoztatnunk, hogy melyik az az időszak, amikor ugye a előttük lévő behajtót is ugye érinteni fogja ez a kivitelezés. Ha nincs esetleg kérdés, hogy hozzászóláshoz kapcsolatosan, akkor feltenném szavazásra. Az itt elhangzottakat és a leírtakkal kapcsolatosan, aki egyetért, aki még esetén készültetessen ez a most. Itt igen, nem elfogadok, köszönöm szépen. Most a tényleg 13-as napon pont következik, a Csőszeg Tomály SK láptól lantaszok osztály kiegészítő támogatási kérelme. Én itt elhangzott a párszor, hogy jól lenne tudni, hogy ugye pontosan kiket támogatunk, és hogyha már tudnak kell valaki támogatást, akkor nehez is küldje, hogy a neveket itt is van. Ezt megkaptuk, köszönjük szépen a Takács Tamás edző úrtól. Igazából én nagyon látom ennek akadályát, hogy ezt a támogatást megítéljük, de Jogi Ügyrendi Pénzügyi Bizottság is tárgyalt. Igen, tárgyaltuk, és az A határozati javaslatot javasoljuk egy hangulók elfogadással. Mindig is akkor ezt a támogatást megadjuk. Jó, köszönöm szépen. Akkor, hogyha nincsen más hozzászólás, vagy kérdés, akkor feltenném szavazásra az állhatározati javaslatot, kérem, aki az abban leírtak, ha egyetért, igen, esetén készültetésre jelzem most. Itt így megtudtuk. Köszönöm szépen. És akkor a 14-es napi rendi pont. Először a nyilvános részvényű tárgyalni, hogy Császak Tomály Pipa Csoda bölcsődei intézmény vezetőjének
felmentése, és ennek kapcsán megrövesedő állási helyre főigazgatói pályázat kiírása. Jogi Ügyvédi Pénzügybizottság tárgyalta, kérem elnökasszonyt, hogy lesz, és... Igen, és adnánk az utasadat, 3 igen szavazattal javasoljuk elfogadással. És itt a kérdés, parancsoljuk is. Itt a pályázatnál olvasom, hogy elvárt szakmai tapasztalat időtartama 4 év. Ez most mire az óvodapedagógusi szakmára, vagy a vezetői gyakorlatra vonatkozik? Ez az óvodapedagógusi szakmára egyébként, tehát a törvény ezt írja elő minimum szakmai gyakorlatként, ahhoz, hogy betöltse. Ezért és a vezetőire nincs kiküldés? A vezetői ami... tulajdonképpen előnként, tehát vezetői előtapasztalat nem szükséges ahhoz, hogy valaki betöltse, de a testület úgy dönt, bele lehet menni az álláspályázatnak, tehát a kiírásnak. Én javasolnám, hogy írjunk bele valamit, mert el nem tudom képzelni, hogy egy csoportos óvoda plusz 2 csoportos bölcsődét egy frissen kijött ember, akinek abszolút nincs vezetői gyakorlata, az el tudja látni úgy, hogy ne legyen probléma. Ne úgy járjunk vele, mint a mostani helyettese, hogy mellé kellett rakni egy emberkét, hogy ketten megoldják a problémát. Tehát, ha már választunk egy vezetőt, akkor próbáljuk olyat választani, akinek van tapasztalat, van rálátása, van egy referencia munkája esetleg, tehát valami alapján választ őt. Én úgy gondolom, hogy ahhoz kéne valami kis tapasztalatának lenni. Parancsoljunk is. Én úgy gondolom, hogy ha konkrét vezetői, mint vezetői tapasztalata nincs is, de ha valaki vezető mellett dolgozott esetleg, és annak a keze alá, és abban van tapasztalata, akkor a vezetői munkát is el tudja látni. Tehát itt most kérdés, hogy ki fog jelentkezni erre a pályázati kiírásra, arról is a testület fog dönteni. Tehát, hogyha jelentkeznek, akkor majd meglátjuk, mert lehet, hogy olyan valaki fog jelentkezni, aki egyébként már ilyen vezető mellett ilyen jellegű munkákat végzett el. Nem értelek érteni. Nem lehet kizárni annak a hogy végzett valaki mellett ilyen munkát. Hát vagy meg van bízva vezetőnek, vagy helyettesnek van megbízva. Egyébként nem tudod azt korrigálni, nyomon követni, hogy vajon ő életben mit csinált? Mit bíztak rá? Tehát egyszerűen valamilyen szinten őt meg kell bízni, azt tudja dokumentálni, hogy helyettes voltam 5 évig, 4 évig, 2 évig, tehát akkor eleve elvárja az ember, hogy igen, ő belelátott azokba a dolgokba, amit mi elvárunk tőle. Tehát az, hogy ő valamikor valakinek besegített, azt nem tudja dokumentálni, nem tudjuk nyomon követni. Elnézést, nem akarom, hogy egymás közt vitatkozzunk, de hogyha valakinek 4 éves szakmai gyakorlata van, akkor az abban a szakmában ő látja, hogy egy vezető mit tesz. Nem. És minden vezető egyszer valamikor elsőként vezető, tehát én ezt ilyen elvárást nem állítanék fel, ennél vannak, akkor lehetne még 10 elvárást is felsorolni, tehát vannak ennél még fontosabb elvárások is, de szerintem ez majd a jelentkező személyeknek a önéletrajzából is kiderül. Az igaz, hogy az önéletrajzból sok minden kiderül, de azt nem lehet elfogadni, hogy valaki dolgozott egy adott területen, mi is dolgozunk. Belelátok a polgármester munkájába? A napi munkájában? Nem. Ez nem rossz példa volt. De hát nem arra, hogy egyszerűen az, hogy valaki óvodapedagógusként dolgozik, bemegy a csoportjába reggel 7:30, kijön délbe, mit lát az a vezető munkájából? Vagy bemegy 11-re, megebédeltet és 4 óráig ott van a csoportban. Mit lát a vezető munkájából? Tehát speciális helyzet. Én azt nem szeretném, hogy ezeknek az intézményeknek esetleg problémát, de választunk valakit, hiába van ott a dolog, de egyszerűen nem tudjuk kontrollálni azt, hogy ő megfelelő lesz-e. Az egy borzasztó dolog lenne, ha olyat sikerülne választani, aztán fél évben megint kiírhatjuk. Tehát azért kéne előre menni egy kicsit, hogy valamilyen szinten legyen tapasztalata, ne egy kezdővel próbálkozzunk, mert igaz, hogy mindenki kezd valahol. Csak a hierarchia úgy működik általában, hogy valaki bekerül egy vezető mellé helyettesnek, és igenis beletanul a dolgokba. És utána már mer jelentkezni.
De az is egy dolog, hogy ki mer jelentkezni vezetőnek. Mert azért óriási feladattal jár, pláne egy 5 csoportos óvoda, meg 2 bölcsőre. Mert még ott van a másik oldal is, hogy szakmailag, aki óvodapedagógusként végzett, óvodavezetőként végzett, nincs bölcsődei tapasztalata. Tehát még az is egy óriási kihívás lesz a vezetőnek, hogy 2 csoportos bölcsődével mit fog kezdeni. Kitől kér véleményt tőlünk, nem tudunk neki adni segítséget. Én ebben nem tudok véleményt mondani, mert nem ismerem a szakmát. Hát azért mesélek, azért mondom. Én sajnos rálátok, mert van a családban, és rálátok, hogy nem egy egyszerű mutatvány. Tehát nagyon meg kell gondolni, hogy kit választunk. Nincs jelöltem, tehát ne innen induljunk ki. Csak az, hogy felelősséggel tudjunk választani, ahhoz viszont olyan paraméterek kellenek, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy igen, ő valószínű jó lesz. Mert senkiben nem látunk egyébként vele. Jó, köszönöm szépen. Igazából én nekem, ami úgy megütött itt a szemet, összes a főigazgatói pályázatot, hogy miért nem intézményi vezetőt akarunk, hogy az anyagolunk összeállítottuk, én ezt a kérdést fel is tettem, mondtam ezt akkor nem kaptam ilyen választ, hogy intézményvezető volt, intézményvezetőt szeretnénk felvenni, nem főigazgatót. A főigazgatói titulus ezért jogszabály, ez teljesen más, mint egy intézményvezető. Úgyhogy ezt kicserélném intézményvezető, egy intézményvezetőt mentünk fel, intézményvezetőt szeretnénk felvenni, és nem főigazgatót. A másik, amit ugye mondanak, hogy ezzel kapcsolatosan, hogy ugye egy óvoda vezető ugye meg gyakorlata legyen, és az mennyivel jobb. Én akarok itt visszamenni példához, de volt itt olyan óvoda vezető, aki idejött, hogy óvoda vezető gyakorlattal, és azt kell mondjam, hogy mennék óvodát, aminél még Dadus is jobban elvezette az óvodát, mint itt, hogy ez az óvoda el volt vezetve. Úgyhogy sajnos azt kell mondjam, hogy nem biztos, hogy nagy előnyt jelent, hogyha valaki van egy papír, hogy óvoda vezető volt, sajnos ezt ideig nézhettük. Volt egy óvoda szétverése, ahol a óvoda pedagógusoknak a jelentős része elment az óvoda vezető miatt, sőt volt itt az önkormányzatnak egy per is, amit az akkori óvoda vezető indított az egyik dolgozó ellen, amit a dolgozó azért megnyerne, hülyeségeket állított róla az akkori óvoda vezető. A másik, amit mondani szeretnék, az, hogy ugye ez az intézmény ugye a konyha felett is ugye rendelkezik egyelőre. Szerintem egy érdemes lesz előre átgondolni, hogy a konyha, ugye most jogszabályok kötelező, hogy az intézményben tartozom, de egy konyhák is egy konyha vezetője. Tehát ahol a konyha vezető, ezek a konyhát intéző, ugye minimális ugye a munkajogi és egy pár olyan dolog van, ami miatt az intézményvezetőnek ott ugye konyhán ugye meg kell jelennie. Ebben ugye úgy, ahogy eddig is ugye a jegyző úr és ugye a pénzügy segítette a munkát, ugye ezután is fogja segíteni. A bölcsődével kapcsolatban, hogy ott is van egy bölcső, de hát most megbízott vezető, vagy akinek még az a titulosa, hanem egy bölcsődei dolgozó, de ugye ezt beszéltük, hogy ugyanúgy olyan élelmezés vezető is van, bölcsődek, és hogyha 2 csoportos bölcsődéről beszélünk, akkor érdemes lenne a bölcsődének is ott a nevelők közül valamit kinevezni vezetőnek, aki ugye a munkaidőbeosztást, a szabadságot és egyéb olyan dolgokat intéz a bölcsődébe, amiket intézni kell. Úgyhogy az óvoda vezetője azt mondom, hogy igazából az óvodát kell, hogy vezesse, plusz a bölcsődei vezető és az élelmezés vezető segítségével ugye felügyelje ezt a másik 2 intézményt. Az óvodát is van egy óvoda titkár, akinek az a dolga, hogy az összes ilyen papírunkat, az összes több olyan feladatot, amit ugye az óvoda megkíván, azt ugye végezze. Ettől függetlenül nekem is az a véleményem, hogy valamilyen vezetői gyakorlat azért jó, ha van, annak ki jelentkezik, de mivel úgyis a testet fogja eldönteni a jelentkezők közül, hogy ki az, akit szeretnénk, hogy mondjuk itt intézményvezetőként folytassa a karrierjét. Ezért én aztán biztos, hogy kikötném, hogyha nincs mondjuk ilyen gyakorlata, nem tudom, bizonyos idő, akkor ne is jelentkezzen. Lehet jelentkezni, ha lesz alkalmasabb, akik lesz mondjuk akár 15-20 év oldalvezetői gyakorlat, akkor lehet, hogy úgy sincs sok értelme a jelentkezés. Viszont, hogyha valahol mondjuk helyettes, vagy mint mostani helyzetben, hogy van itt megbízott vezetők, akkor az ugyanúgy elfogadható szerintem, mert mégiscsak vezették az óvodát. A másik, amit mondani szerettem, hogy ez az egészhez, a pályázatot, hogy kiírjuk és hogy beérkezzen, én azért ragaszkodnék hozzá, hogy a testület és a nevelő testület mindenképpen véleményezhesse a beérkezett pályázati anyagokat, és szeretném, hogy ők is ezt lássák, tudják elolvasni, és egy szakmai és nem tudom,
gyakorlatukból adódó állásfoglalást tegyenek minden egyes jelentkezővel kapcsolatosan. Én nem szeretnék abban a hibába belefutni, nem az előbben belefutott, hogy felvettél egy intézményvezetőt, akit MBA-t elvisel az intézmény dolgozóinak a 80%-a, és az évek a teljesen szép lett ezt az intézményt. Végre van egy nagyon jó odánk, nagyon sok pénzt költöttünk rá, egyre jobban, egyre szebb lett. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb a bérezéseket is rendbe teszik az oldalba, és minden összes többi kormányzat által fenntartott területen. És ennek a vezetője ez legyen egy agilis, egy olyan ember, aki tényleg, aki szeretné ezt az oldalát vezetni, és tudja is vezetni. És természetesen belefuthatunk, mint ahogy belefutottunk sajtos a közalkalmazottak és a köztisztviselők és olyanokba, akik nem azt mondom, hogy alkalmatlanok voltak, hanem megpróbálták csinálni, és inkább elmentek. Itt is lehet, hogy lesz olyan, aki azt mondja, hogy volt egy kisebb csoportú oldalában a vezető, ezt megpróbáljam, és akik felvesztük, és lehet, hogy azt mondja, hogy ez neki azért elég nagy feladatnak. Azért valljuk, hogy most már a 4000 fős település leszünk, és itt egyre több a feladata egy intézmény vezetőnek, egyre nagyobb a létszám, így, hogy a bölcsőd, és ugye a félig meddig oda tartozik, mert a konyha is oda tartozik félig meddig, azért nem egy kicsi feladat lesz azt vezetni. És ugye itt a pénzügyön is elvárjuk azt, hogy legyenek adva, hogy a étkezési elszámolások és egyéb olyan dolgok, amiket ugye az intézményvezetőnek ki kell masszírozni a dolgozóból, a többi vezetőből. Úgyhogy azt mondom, hogy egyelőre ne vitatkozzunk még ezen, adjuk fel ezt a hirdetést, és akkor meglátjuk, hogy kik jönnek le, hogy kik azok, akik beadják a pályázatokat. Ha nem találunk megfelelő pályázat, akkor még mindig, ugye, mivel időben vagyunk, meg tudjuk azt tenni, hogy még egyszer megpályáztatjuk ezt a lehetőséget. Azért sem, hogy jártunk így ugye már hivatali beosztásra, és hogy a második fordulóban jöttek olyanok, amiket nem tudtunk felvenni, és amiket érdemes volt felvenni. Úgyhogy ezzel a változtatással nem főigazgató, hanem intézményvezető, ezzel kiegészít a szeretnén a csapat. Köszönöm szépen a szót, csak a főigazgatói titulust szeretném végül is itt pontosítani, az miért is került bele. Ugye a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény tulajdonképpen a korábbi intézményvezető titulus átnevezésével alkalmazza ezt a főigazgatói elnevezést. Azt beszéltük tegnap a bizottságban, hogy ez valóban kicsit ilyen áthallásos, mintha az nagyobb hatáskörrel vagy feladatkörrel járna, egyébként nem járt, és ugyanazok a keretrendszerek, amik a korábbi intézményvezetőnél voltak, illetve pontosabban azért főigazgató, mert egy összetett intézményről van szó, tehát bölcső volt egyben. Úgyhogy ez a titulus választás ez igazából nem opcionális, ezt a törvény adja. Ez miatt került így bele. Jó, hogyha a törvény jön, akkor legyen őszinek közöbb, akkor kérdő, hogyha ilyen kérdés felteszem, akkor meg kell választani. Akkor ezt a nyilvános részét feltenném a szavazással, aki a második pontban leírtakkal és itt elhangzottakkal, hogy akkor marad a főigazgató, az intézményvezető, egyetért kell még esetén készületetésre ez most. Hát igen, tartózkodik, egy tartózkodik. Köszönöm szépen, és akkor most megkérdődnek a mellett kapcsolatban, az átadás következik. Köszönöm, akkor mindent a kezdődben a nyilvás testetűrés van. Nem tudom, esetleg valaki még szeretne hozzászólni a testetűrés végül. Ülés ezzel bármelyik ponthoz, ugye nyilvános. Ha nem, akkor bezárom a testetűrést. Köszönöm szépen mindenki a munkát, és akkor 17 óra, 14 perckor a testetűrés bezárjuk. Köszönöm szépen a figyelmet.